Szeretettel üdvözöllek benneteket, a gyülekezet tagjait is, meg a vendégeket is. Hallotok jól? Elég jó ez a... Oké. Okay. Szóval, hogy a Barna mondta, egy elég izgalmas témával készültem, vagy hát szerintem az. Egy olyan témáról fogok prédikálni, ami attól függően, hogy milyen élethelyzetbe talál el bennünket most, lehet reménykeltő is, lehet fájdalmas is, de mindenképpen megkerülhetetlen, mert hogy az életünkről szól. Tehát a mi személyes életünkről szól. Sok ember éli úgy az életét, hogy legszívesebben elcserélné valaki mással. Nem tudom, ismertek ilyen embereket. És hát nagyjából ilyenkor úgy működnek, hogy így körülnéznek, és akkor így mondják, hogy hát szívesen cserélnek veled a házad miatt. Veled szívesen cserélnék a szakmád miatt, mert olyan jó munkád van, bezzeg nekem. Hát veled az autód miatt, és akkor jönnek a még neccesebb dolgok, hogy hát veled a feleséged miatt cserélnék szívesebben, mert sokkal jobb a tiéd, mint az enyém, vagy vice versa, hogy a férjed miatt, vagy a gyerekeid miatt. Szóval sok-sok olyan dolog van az életben, és ez a sor ugye folytatható, nem ér véget, még mondhatnám azt is, hogy veled szívesen cserélnék a gyülekezeted miatt, mert nektek olyan jó gyülekezetetek van. Gondolom, találkoztatok már ilyen emberekkel, akik legszívesebben elcserélnék az életüket valaki máséval. De talán néha mindannyiunkat megkísért ez az életérzés. Én nem tudom, hogy akik most itt vagyunk, és majd ezt az igét olvasom, és halljátok az ige hirdetést róla, hogy ha arra gondoltok, hogy na az én életemben van-e ilyen? Van-e olyan területe, amit jobban szeretnék, ha másképp lenne, mint ahogy most van? Szeretném, ha más jellemezni, hogyha más tapasztalnék, más élnék át az életnek azon a területén, akkor arra kérlek, hogy azt jegyezd meg. Jegyezd meg, és amikor olvasom az igét, és majd amikor hallod az ige hirdetést, akkor bátorítalak, hogy gondolj rá. Mert az ige arról szól, hogy lehet más. Megváltozhat. De arról is beszél, hogy hogyan. Tehát, hogy Isten mit gondol erről, mi az, amire bátorít bennünket. És még egy dolgot kérnék tőletek, hogy hát mindannyiunknak legalább két füle van, tehát, hogy több füllel is hallgassátok, ha lehet. Ez alatt értem azt, hogy hát hallgasd az egyik füleddel a saját magad élete miatt. Hogy ez mit mond neked a te életedről? De hallgasd egy kicsit másik füllel a gyülekezeted miatt is. Te tagja vagy egy gyülekezetnek, és hogy ez a gyülekezet milyen, az rajtad is múlik, hiszen belőlünk áll össze ez a közösség. Egy picit hallgasd a gyülekezeti füleddel is. Aztán hallgathatsz, még lehet, hogy valakinek több fül is belefér a kettőnél, hallgathatod a munkahelyi közösséget fülével egy kicsit. Ugye ott is ott vagyunk, jelen vagyunk, és a mi jelenlétünk meghatározza, hogy az milyen. A baráti kör, a tágabb család. Szóval sok-sok összefüggésben igaz az, amiről majd itt az ige szólni fog, és kérlek benneteket, hogy több füllel hallgassátok egy kicsit, de mindenképpen legyen benne ez a kettő, a személyes és a gyülekezetem. Jó? Mert rajtunk múlik. Az ige, amit hoztam, ez a Galata levélben van, kérlek benneteket, hogy ezt keressétek meg a Bibliámban, vagy az applikációban, a telefonon. Szóval a Galata levélnek a 6. fejezete, és a 7-től a 10. versig olvasnám, és utána imádkoznék. Álljunk fel Isten iránti tiszteletből, és így olvassuk együtt ezt a szakaszt az Új Szövetségből. Tehát Galata levél, 6. fejezet, 7-től a 10. versig. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testéből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyük a jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük azt, hogy ez a mai nap is emlékeztet minket arra, hogy a sír üres volt vasárnap reggel, hogy te feltámadtál, és hogy ma is élsz. Köszönjük az ígéretet, amit adtál, hogy ha csak ketten vagy hárman
jönnek össze azzal a reménységgel, azzal a hittel, hogy veled találkozzanak, te ott leszel közöttük, és csak azt akarjuk mondani, hogy most is erre az ígéretre van szükségünk, hogy beteljesedjen. Szükségünk van rád. Kérünk téged, hogy a te lelkeddel tedd meg azt a csodát, hogy ez az ige, ami már több mint 2000 évvel ezelőtt akkor Galatában érő embereket szólított meg először. Most hadd szólítson meg bennünket is, és legyen egészen személyes. Hadd halljuk ezt a te szádból, add, hogy nyitott legyen a fülünk is, a szívünk is előtted. Amen. Foglaljatok helyet. Kerestem egy igehirdetést, hogy legyen egy címet az igehirdetésnek, hogy legyen egy ilyen vezér gondolat, amire ti is emlékezni tudtok, rá tudjátok fűzni. És hát azt a címet adtam neki, ugye adódik eléggé ebből a mondani valójának, ebből a textusból, hogy az élet egyenlő vetés és aratás, és folytatás, együttműködés Istennel az életünk alakításában. Na, ha erre gondolunk, hogy az életünk hogyan alakul, miről szól most, főleg, hogyha tényleg gondoltál egy olyan területre, amit nagyon szeretnéd, hogy másképp legyen, szeretnéd, hogy megváltozzon, fejlődjön, jobb legyen, mint ami a jelenlegi, akkor, hogy hogyan is alakul az életünk, mitől olyan, amilyen, az emberek általában két szélsőséges tévedésbe esnek bele, két szélsőséges gondolkodásba. Az egyik a fatalizmus. Ugye ők azok az emberek, akik az életet úgy magyarázzák maguknak és mindig másoknak is, hogy csak külső tényezőkön múlik az, hogy ők éppen most milyen helyzetben vannak. Mik a problémáik, mitől szenvednek. Ez mindenki máson múlott, a körülményeken és más embereken múlott. Ugye és igaz az, hogy tényleg így van, hogy az életünk sok mindentől függ. A történelemnek az éppen aktuális valóságától, hogy milyen korban élünk, a gazdasági helyzettől, a politikai folyamatoktól, a munkahelyi körülményektől, a családunktól, annak az összetételét. Aztán rengeteg minden olyan tényező van, ami meghatározza az életünket, és látszólag igazuk van. Mégis azt látjuk, hogy ugyanazok a körülmények között eltérő emberek máshova jutnak el. Vajon miért? Mert nem csak a külső körülmények határozzák meg az életünket, tehát a fatalizmus az egy olyan téveszme, ami inkább egy hárítás, a felelősség áttolása valaki másra, hogy ami most az én életemben van, arról nem én tehetek, hanem ő. A másik szélsőség lehet ez a szélsőséges autonómia. Azok az emberek, akik úgy gondolkodnak, hogy igazából az én életem az én kezemben van. Rajtam múlik, hogy mi fog történni vele, én vagyok a saját szerencsém kovácsa, stb. Ismerjük ezeket a gondolatokat és mondásokat. És ezek az emberek abban hisznek, hogy ők tudják a saját életüket ide vagy oda vezetni, és befolyásolni azt, hogy mi lesz velük. De hát az a helyzet, hogy nem teljesen így van, az előbb soroltam, hogy sok olyan tényező van, ami viszont nincs a mi hatalmunkban. Nem mi döntöttük el, hogy mikor születünk meg, nem mi döntöttük el, hogy hova születünk meg, a világ melyik pontjára. Ugye mások az esélyek az Egyesült Államokban, és mások az esélyek mondjuk egy belső afrikai kis faluban, vagy egy belső ázsiai, kínai kis faluban. Teljesen mások az esélyek, mint például nekünk. És nem mi döntöttük el, hogy ide szülessünk, vagy a világ más pontjára. Nem mi döntöttük el, hogy milyen származási családba érkezünk meg. Hogy ez egy szeretetteljes közeg lesz. Olyan szülőkkel, akik érettek, felnőttek, normálisak. Vagy éppen egy diszfunkcionális családba érkezünk meg, ahol nagyon nagy hátrányokkal érkezünk meg már a nulla ponthoz. Mínusz 100-on vagyunk egy másikhoz képest, akinek a családi háttere egy nagyon komoly támogatás lesz az élethez. Ugye ezt nem mi döntöttük el. Szóval nem teljesen a mi kezünkben van minden. A Biblia itt arra hív bennünket, hogy vegyük észre azt, hogy van egy felelősség a kezünkben a saját életünk formálásával kapcsolatban, de hogy nem vagyunk mindenhatóak. Akkor gondolkodunk helyesen erről a témáról, hogyha látjuk, hogy egyrészt Isten megkerülhetetlenül benne van ebben, hogy a mi életünkkel mi lesz. A másik oldalon viszont nekünk adta az életünket, és felhatalmazott arra, hogy kezdjünk vele valamit, tehát a mi kezünkben is van hatalom a saját életünkkel kapcsolatban, és akkor gondolkodunk jól, és működünk jól, hogyha ez a két akarat, Isten és a miénk, ez a két hatalom, az Isten és a miénk találkozik, együttműködik, hogyha az ő kezébe beletesszük a miénket,
és együtt működünk ő vele az életünknek a formálásában. Az első gondolat, amit szeretnék így kiemelni, hogy ahogy Isten minket meghív ebben az igében arra, hogy az életről gondolkodjunk, egy olyan képet, egy olyan allegóriát használ, egy olyan analógiát használ, ami tőlünk már egy kicsit idegen. Ugye mi egy olyan világban élünk benne, hogy a legtöbb dolog, ami körülvesz minket, az a mi alkotásunk, mi hoztuk létre, az a tárgyi világot, azokat a folyamatokat, amik nap mint nap meghatározzák az életünket. A technológia, az emberi alkotás, kreativitás határozza meg ezeket. Viszont amire itt Isten utal, az egy olyan törvényszerűség, ami annak a világnak a jellemzője, amit ő teremtett, nem mi. És ezt egy nagyon fontos dolog tudatosítani magunkban, hogy a mi generációnk ettől már nagyon messze van. Egy nagy távolság választ el bennünket ettől. Csak hadd mondjak egy példát. Leventével sétáltunk Zalaegerszegen, mikor még egy kis pici volt, jött ezzel a, nem biciklivel, hanem ezzel a motorral, tudjátok, amit nem hajtani kell, hanem így rúgdosni. És ahogy sétálunk, úgy mindig beszélgettünk, csevegtünk, egyszer csak a Levent egy lemarad, megáll, és így visszanézek, látom, hogy le van merevedve, így néz nagyon be az egyik telekre, kerítésen befelé. Zalaegerszegen ez, ahol mi laktunk, ez a Csácsi rész volt, ez egy külön falu volt, és nagyon sok, hát gyakorlatilag aktuálisan paraszti kultúrából jövő ember ennek megfelelően élt. És akkor látom, hogy a Levente így néz be a kerítésen, lemerevedve, és hát keresem, hogy mi az, ami ennyire megállítottat, és látom, hogy egy ilyen hintavason, tudjátok, a ló két hinta, le van szedve a hinta, és ki van feszítve egy disznó, körülbelül így, tudjátok, hogy így szokott. És akkor hát ott csinálták vele, amit szoktak csinálni disznóvágáskor. Akkor Levente így nézünk, nem látott ilyet, és mondja, apa, ezek mit csinálnak? Hát mondom neki, disznót vágnak. Hát de miért? Hát mert hogy megeszik, tudod, a hús, meg minden. És akkor mondja, hogy te apa, ezeknek nincsen pénzük, hogy elmenjenek a Tesco-ba húst venni. És így leesett a tantusz, hogy az én fiam egy olyan családban nő föl, és egy olyan korban, hogy elveszett az összefüggés. A rántott hús, a polcon lévő lefóliázott hús, és a zolba röfögő disznók között. Tehát elveszett az összefüggés. És ezt jó tudnunk, hogy amikor Isten most ezt az igét, itt ahogy olvastuk, és azt mondja, hogy az élet az olyan, mint a vetés és az aratás, mi az a generáció vagyunk, és az a kultúra, ahol hát tudjuk is, meg nem is, hogy ez mit jelent. Hányan esztek olyan kenyeret otthon, amit ti vetettetek el búzát, és arattátok le, és dolgoztátok föl? Elveszik az összefüggés. A polcon lévő kenyér, és a valamikor idejében elvetett búza, és amikor az beérett a learatott búza, és a kicsépelt, és a feldolgozott, és a stb. Között. És talán, mivel elveszett ez az összefüggés, néha az életet sem értjük úgy, ahogy kellene érteni. Mert hogy az Isten által alkotott folyamatok és az ember által alkotott folyamatok nagyon különböznek egymástól. És mi otthonosan mozgunk abban a technológiában, abban a technológia által túlvezérelt kultúrában, amiben mi most élünk. És milyenek ezek az emberi folyamatok? Az emberi kreativitásnak az eredményei? Hát gyakorlatilag mit az Audi? Az jellemző rá, hogy fogsz egy Balázsot mosolyog, fogsz egy ércet, és abból nagyon sok minden lehet a szándék, a befektetett energia és tudás következtében. Lehet belőle Audi, de lehet belőle tank, lehet belőle hűtőszekrény, vagy atombomba, tök mindegy. A kiindulási pont, az érc, nem dönti el a végeredményt. Viszont amiről itt az ige beszél, az azt mondja, hogy az Isten által teremtett folyamatokban a kiindulási pont el fogja dönteni a végeredményt. Ha te búzát fogsz vetni, mit fogsz aratni? Attila azt mondja, búzát. Én nem vagyok egy nagy mezőgazdasági szakember, egyetértetek vele ti is? Ugye? Ez az egyik különbség. A másik különbség. Ha az ember megalkot valamit, például egy Audit, és legördül a futószalagról, és beülsz, attól a pillanattól kezdve beindul az, amit a gazdasági szakemberek úgy hívnak, hogy amortizáció. Egy 100%-osan kész termék egyre jobban romlik le. Az Isten által teremtett folyamatok nem ilyenek. Megszületik egy csecsemő,
és benne van az egész élet lehetősége, és fejlődni fog, kibontakozni fog az élete. Ha megbetegszik, meggyógyul, mert képes rá, Isten képesítette rá. Nagyon mások azok a folyamatok, amiket Isten teremt, és amiket mi tudunk létrehozni. És a mi generációnk egy kicsit elfelejtette, hogy milyen az a világ, amit Isten teremtett. És az a kép, amivel itt Isten az életet magyarázza, az egy olyan kép, amit jó újra gondolni és kicsit elmélázni rajta, hogy az élet az nem olyan, mint az ember által alkotott folyamatok. Az élet Isten által lett teremtve, és úgy működik, mint azok a folyamatok, amik a természetben például lezajlanak. Vetés és aratás. Tehát nem egy technológiai folyamathoz hasonlít, hanem sokkal inkább ehhez hasonlít. Mi következik ebből? Miért fontos ez? Hát azért, mert hogyha az ember például megfontolja azt, hogy ő neki kenyér kell majd jövőre is, akkor el fogja vetni a búzát. Ha kukoricát szeretne, mit vetel? Kukoricát vetel. Lehetséges azt szerintetek, hogy én ma kimegyek és bevetek egy hektárt búzával, azzal a reménységgel, hogy az aratásnál jó áron eladom, aztán olvasok egy HVG cikket 2 hónap múlva, és azt mondják, hogy basszus, mindenki búzát vetett, annyi lesz belőle, mint a nyű, nem lehet majd jó áron eladni. Viszont kukoricával kevesen vetettek. Na most akkor kimegyek a földemre, ráolvasok, hittel megvallom, mindenféléket csinálok vele, és a földben a búza egyszer csak átalakul kukoricává. Mert hát azt jobb áron fogom eladni. Lehetséges? Ugye nem lehetséges. Tehát amikor az életről gondolkodunk, akkor nagyon észnél kell lenni, hogy a mi dolgainkat néha átalakíthatjuk, és mindenfélét legyárthatunk, egy Audiból lehet végén tyúkolat csinálni, meg mit tudom én, miket lehet csinálni, tele van a YouTube olyan filmekkel, hogy miké alakítanak át emberek mit. De az élet dolgai nem ilyenek. A te életed, az enyém, a többieké nem ilyen. Az általunk kreált ketyerékből sok mindent lehet csinálni, átbütykölni, átalakítani. De a búzából nem lesz kukorica, akármilyen módszereket alkalmazol rá. Tehát nagyon fontos, hogy a vetés és aratás törvényszerűségét vegyük komolyan. Amit vetünk, abból tudunk majd aratni. És amit aratunk, abból egyrészt megélhetünk, az életünk arról fog szólni majd valamikor, másrészt újra tudunk belőle vetni, fönn tudunk tartani folyamatokat. És ez az, amire itt hív az ige, hogy egy picit a saját életünkre alkalmazzuk ezt. Ez azt jelenti, hogy a személyes életünk nem tőlünk függetlenül olyan, amilyen. Ez az első dolog, amit nagyon komolyan el kell fogadni magunknak. Ez az ige itt azt mondja, hogy a te életed, az én életem, az nem tőlünk függetlenül olyan, amilyen. Benne van az, hogy mit vetettem eddig. Attól is olyan, amilyen. Tehát amiről most szól az életünk, az a korábbi döntéseink, reakcióink, erőfeszítéseink, mulasztásainknak a következményei. Tovább élnek ezek a dolgok, és valami lesz belőlük. Ez az, amire fölhívja minket, a figyelmünket itt az ige. Tehát vannak dolgok, amikre nem lehetünk hatással. Tényleg. Az én nagyapám nem tehetett róla, hogy 2 világháborút is végigcsinált, és 2-szer vett részt ennek az országnak a talpraállításában. Nem tehetett róla. És így van velünk is, hogy sok dologról mi nem tehetünk. De az a helyzet, hogy azt viszont tudnunk kell, hogy nem csak a másoknak az akciója a mi életünkben a magvetés, hogy ő valamit tett vele, velem, hanem az arra adott reakcióm, az én reakcióm is magvetés, hogy én mit kezdek ezzel. Hadd mondjak egy példát erre. Egyébként a legtöbb lelkigondozó, terapeuta, pszichológus tudja azt, hogy nem csak azzal kell foglalkozni egy kliens-páciens esetében, hogy mi okozott neki traumát, mások mit csináltak vele, hanem nagyon komolyan kell foglalkozni azzal is, hogy erre ő milyen válaszokat adott. Mi volt az ő reakciója? Mit gondol emiatt magáról? Mit gondol emiatt másokról? Mit gondol emiatt az életről?
Ezek az ő válaszai, és ezek a válaszok ugyanolyan fontosak, sőt, bizonyos szempontból fontosabbak is. Hadd mondjak egy példát erre. Két ember egyaránt beleszületik egy diszfunkcionális családba. Mind a ketten sokat szenvednek ettől. De az egyiknek az életében ez arra jó, hogy ő ezen a szenvedésen, fájdalmon átmenve letisztázza magával, hogy mire való egy család. Hogyan kellene élni, és erőt merít belőle, hogy az ő családjában, amikor ő határozza meg ezeket, az a család másképp éljen, szeretetben, úgy, ahogy kell. Egy másik ember ugyanígy diszfunkcionális családból jön, de rossz válaszokat ad arra, elakad az egész élete. Ugyanaz a két helyzet két emberből mást hoz ki. Miért? Mert számít a válasz. Számít a reakció, hogy mit kezdtek vele, és ez is magvetés. Tehát amikor itt Isten azt mondja, hogy figyeljünk erre oda, hogy az élet az olyan, mint a vetés és az aratás, akkor nem jó válasz, ha azt a választ adjuk, hogy igen, de nekem sokkal rosszabbak az esélyeim. Én egy olyan közegben kell, hogy helytálljak, vagy onnan jöttem, ahol, és soroljuk. És ez lehet, hogy igaz. De nagyon fontos dolog, hogy ennek az egész szemléletnek, amit itt Isten elénk akar adni, van egy nagyon pozitív üzenete. És az üzenet ez az, hogy senki nincsen belezárva a jelenlegi sorsába. Nem determinál a múltad véglegesen téged. Lehet változtatni az életeden, de azt is elmondja az ige, hogy vetésen keresztül, akkor tudsz majd mást aratni. Megváltozhat az életed, ha ezt az összefüggést elfogadod, akármilyen területről is van. Ki lehet törni abból, amiben az ember van? Hogyan? Hát lásd be azt, hogy valami most nem jó. Kérd Istent, menj oda hozzá, és kérd, hogy gyomláljatok együtt, mert hogy van valami, amit el kéne onnan távolítani. Kérd Istentől magot, amit elvethetsz helyette. És bízz benne, hogy Isten elhoz az aratás idejét. Tarts ki! Szóval ezek nagyon fontos összefüggések. A 126. Zsoltár mondja azt, 4. verstől, fordítsd jóra a sorsunkat, Uram. Ugye ez sok embernek a kérése, és akik a legjobban élnek, azoknak is vannak olyan területek az életükben, amikor ezt az imádságot szívből tudnák elmondani, hogy azt a dolgot, Uram, fordítsd jóra az életünkbe. De érdekes, hogy folytatja a 126. Zsoltár. Ugye azt mondja utána, hogy aki könnyezve vetettek, újjongva arassanak. Aki sírva indul, mikor a vetőmagját viszi, újjongva érkezzék, ha a kévéit hozza. Van olyan az életben, hogy sírni kell. Van olyan, hogy az embernek fájdalmat kell megélnie. De itt az ige azt mondja, hogy a sírás közben is lehet vetni magot. És el lehet oda jutni, hogy újjongva hozod a kévéket, a gyümölcsöket. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és a galáciai hívők valamilyen értelemben, akiket először szólított meg Isten ezen az igén keresztül, ebből a szempontból valahogy tévelyektek. Valami olyat vártak az élettől, aminek nem akarták a feltételeit megadni. És ők, akik egyébként az evangéliumtól a törvényhez fordultak el, az élet működésének az alap összefüggéseit, törvényszerűségeit, amit Isten megalkotott, valamiért nem vették komolyan. Ezért kezdi úgy itt ez a szakasz, hogy ne tévelyegjetek. Ne menjenek a gondolataitok olyan irányba, ami rossz irányba visz, ami téves irány, hanem azt mondja, hogy Istent nem lehet megcsúfolni. Amit vet az ember, azt fogja aratni. Tehát a kegyelem az nem kiiktatni akar téged a saját életednek a formálásával kapcsolatban, hanem bevonni akar. A kegyelem nem arra való, hogy Isten nélküled az életedet megváltoztassa. A kegyelem arra való, hogy helyzetbe hozzon téged. És lehetővé tegye, hogy Istennel együtt, vele összefogva az élet szólhasson másról azokon a területeken, ahol az ember el van akadva. Tehát nagyon fontos, hogy az élet az nem cirkusz, és Isten nem bűvész. Amit mi szeretnénk látni benne, azt a jó Isten nem a cilinderéből fog előrántani, hanem velünk együtt akarja kimunkálni. Engedelmességre hív, együttműködésre hív, bizalomra hív.
Tehát a kegyelem az azt jelenti, hogy lehet újat kezdeni, mert Isten hozott áldozatot azért, hogy ez megtörténhessen. Ebben a helyzetben a galáciaiaknak Isten három dolgot mond, ne tévedjetek, Isten nem lehet megcsúfolni, ez azt jelenti, hogy a vetés és aratás törvényszerűsége, amíg világ a világ érvényben lesz, és ezt nem lehet átlépni. És a harmadik, hogy az életedben fog működni ez, hogy amit elvetsz, az ki fog, garanciát vállal Istenre, azt előbb-utóbb le fogod tudni aratni, és ebben ő segít. És akkor csak egy kis kitérő, utána néhány elvet akarok kiemelni, hogy amire figyelnünk kell még, hogy a Bibliában úgy áll ez a kép előttünk, hogy az életünkben legalább négyen vetnek. Most én kettőről fogok beszélni, de azért tudnunk kell, hogy legalább négyen vetnek. Egyrészt Isten, másrészt mások, harmadrészt mi magunk, negyedszer a gonosz. Sok példázata van az Úr Jézusnak erről, hogy megy és teleszórja az Isten szántó földjét, nem jó magakkal. Tehát, hogy ezt tudnunk kell. Ugyanakkor azt ne felejtsük el, hogy bármi történik velünk mások miatt, az arra adott válaszunk, a reakciónk, az lehet istenfélő, hitelteljes, Istennek is kedves, és ez a reakció, ez a válasz magvetés. És nem tudja tönkretenni az ember életét végérvényesen semmi, ha ebben az összefüggésben maradunk meg, és Istenben bízunk. Na, szeretnék néhány elvet kiemelni, hogy akkor mit is mond itt a Galata levél az életünkről. Hogy együtt formálhatjuk azt Istennel, a vetés és aratás összefüggését figyelembe véve. Az első az a hasonlóság elve. Egy picit már utaltam erre. Ugye a 7. versben láttok két kifejezést. Amit, azt. Amit vet az ember, azt aratja. Amit, azt. Ez egy nagyon fontos összefüggés. Ez a hasonlóság elve. Tehát az aratás számodra a megfelelő termést csak akkor hozza meg, ha megfelelő magot veted el. Ugye ezt az előbb tisztáztuk, egyetértettünk, hogyha búzát akarunk látni az aratáskor, mit kell vetni? Búzát. Ha az életemben nem azt látom, amit jó szívvel, örömmel fogadok el, hanem olyan dolgokat látok valamilyen területen, vagy az egészre nézve ezt látom, hogy az nem jó. Tele van ez a szántóföld csalánnal. Akkor tudnunk kell, hogy volt valamikor vetés is. És nem jó magot vetettem. És most ott van valami más. És lehet, hogy mások szúrtak ki velem, de soha ne felejtsétek, a mi reakcióink lehetnek istenfélő, Istennek kedves, Istennel összhangban lévő reakciók, és ez is magvetés. Tehát nem jöhetünk azzal, hogy más mit csinált velünk. Tudnunk kell róla, fontos összefüggés, de nem az egyedüli dolog, ami magyarázza az életet. Tehát ha szeretnénk ezt megváltoztatni, akkor el kell kerülnünk a tipikus keresztény csapdákat. Például már soroltam egy párat. Hittel megvallom, hogy ez a csalán búza. Hidd el, hogy nem fog ráhatni. Ugyanúgy csalán marad, mint amilyen volt. És tök mindegy, hogy kilóra mekkora hite van valakinek. Azt mondja, hogy Isten itt, ugye, ő mondja, hogy legyetek észnél, engem nem lehet megcsúfolni. Egy hittel megvallás nem fogja megváltoztatni a csalánt buzára, mert én nem engedem meg. Azt mondja Isten, Isten nem lehet megcsúfolni. A másik, hogy ne essünk abba a csapdába, hogy keresünk valamilyen szuper lelkészt, aki egy nagyon erőteljes, háromszoros decibellel elmondott imádságon keresztül, most megváltoztatja ezt a csalánt búzára. Az imádságnak fontos szerepe van, de főleg abban, hogy én kezdjek hinni Istenben, az ő szavának, és kezdjem tenni azt, amit ő mond. De nem arra jó, hogy így megváltoztassak valamit az életembe, mert nekem az kényelmesebb lenne, mint megküzdeni érte. Azt mondja itt a Szentírás, hogy figyeljetek, Istent nem lehet megcsúfolni. Na, konkrétumok felé menjünk. Ha valakinek a házasság egy fontos kérdés, tehát egy jó házasságra vágysz, de ehelyett nem ebben élsz, akkor hogyan lehet, mit gondoljunk ezt szerint az ige alapján? Hát akkor nézd meg őszintén, itt arra bátorít a Biblia, hogy a múltban mit vetettél. Mert annak köze van ahhoz, hogy most mit kell aratnod. Légy ebbe becsületes. Légy mátor. Légy őszinte. Nézz szembe ezzel. És hogyha kell, akkor menj el Istenhez, és rendezd vele, együtt tépjétek ki ezt a csalánt, kérj bocsánatot tőle. Aztán léphetsz tovább is,
rendezheted a házastársaddal. Ez mind a gyomnövényeknek a kiirtásának egyik módja. Szabad belekezdeni, kiszedni abból a szántóföldbe azt, ami nem oda való. De ez csak az egyik fel a dolognak, kezd el a jó magot vetni. Szeretetet, megbecsülést, megbocsátó lelkületet, felelősségvállalást, a másik vágyainak a figyelembevételét. Kezdj el vetni ilyen dolgokat. Azt mondod, hogy de hát most pont abból nincs. Elfogyott a szeretet. Elfogyott a türelem. Nincs mit vetni. Hát erre mondja Isten azt, hogy tudod, senki nem úgy jött ide a földre, hogy bármilyen volt, üres volt a tenyere, mindent én adtam. Most is tudok neked adni. Elfogyott a szeretet, gyere, kérj tőlem, én adok. Elfogyott a bölcsesség, kérjél, én adok. És sorolhatnánk tovább. Tehát kezd el vetni a jó magokat. De ne várd azt, hogy akkor egy pillanaton belül minden megváltozik, mert itt az ige azt mondja, hogy a maga idejében ez termőre fog fordulni. Tehát a jó cselekvésében ki kell tartani. És meg fog, egyszer csak észreveszed, hogy meg fog változni a házasságod, azt mondja Isten, hogy én vállom a garanciát rá. A vetés és az aratás működni fog. És ha most sírva kell vetned jó magokat, akkor vessél sírva, annak a reményével, hogy majd újjongva hozod a kévéidet. Eljön annak is az ideje. És mondhatnám a többi szempontot is, ha például jó emberi kapcsolatokra vágyik valaki. Vesd el az annak megfelelő magokat. Ha valaki stabil pénzügyi háttérbe vágyik, és most nem a gazdagságról beszélek, mert nagyon sok pénzzel gazdálkodó embereknek is lehet nagyon instabil a pénzügyi helyzete, az életvitele, a szokásai minden miatt, az értékrendje miatt, hanem arról beszélek, hogy amit van, abból normálisan lehet élni. Ha ilyenre vágysz, hát ezzel kapcsolatban is rengeteg mondani valója van a Bibliának, és vannak jó magok, amiket el lehet venni. Ha valaki egy jól működő gyülekezetre vágyik, akkor ne jöjjünk azzal, hogy mindenki más miért oka annak, hogy valami nem úgy van, mint ahogy én azt jónak látnám. Gondolkodjak azon, hogy mit tudnék belevetni ebbe a szántóföldbe, ami egy jó termést hozna ennek a gyülekezetnek, mert ez rajtam is múlik. És folytathatnám a sort. A Biblia azt mondja, hogy a rossz dolgokat legyőzni jó dolgokkal lehet. A gonoszt jóval győz le. A rossz dolgok, ha benne vannak az életünkben jelenleg, azt a jó magvetésével lehet legyőzni. Nem máshogy. Tehát nagyon fontos, hogy a hasonlóság elve, amit vetünk, azt aratjuk. A hasonló hasonlót szül. A szeretet meg fogja teremni a szeretetet. Az irgalom meg fogja teremteni az irgalmat. A jó légkör meg fogja teremni a jó légkör. Tehát amit én árasztok magam körül. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. A második elv a múlt és a jelennek az egysége, és a jövőnek az egysége, ez a 8.-9. versben, tehát az időtényező. Mert aki a testének vet jelen idő, az a testéből arat majd pusztulást, jövő idő. Aki pedig a léleknek vet jelen idő, az a lélekből fog aratni örök életet, jövő idő. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében az időzítés. A maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Tehát itt főleg a jövő és a jelen kapcsolatáról beszél az ige, azt hangsúlyozta, de benne van a múlt is. Tehát a jelenben nekünk, itt ez a kulcs kifejezés egyébként, amin el kell gondolkodni, három dolgunk van. Az egyik tanulni a múltból, hogy belátni azt, hogy amit én most aratok, legyen jó vagy rossz dolog, az múltbeli vetésnek a következménye. Tanuljak a múltból. És hát azt kell mondjam, hogy aki a jelenben nem tanul a múltjából, az a jövőjében is buta marad. Lelkileg is. Aki nem tanul a jelenben a múltból, az a jövőben ugyanolyan balga lesz, mint volt. Tehát a jelenben dolgunk tanulni a múltból. A jelenben dolgunk élvezni a jelent, ha van mit. Hálával, örömmel aratni azt, amit lehet. Élvezni azt, ami az életünkben ott lehet jó. Tudni azt, hogy Istentől kaptuk, amit elvethettünk egykor, és hát most abból élhetünk. Persze ebbe az is benne lehet, hogy valakinek a jelene az a fájdalomról szól, a szomorúságról szól, a csalódottságról szól. De emlékeztetlek, hogy nem vagy belezárva a jelenedbe, a jelenlegi helyzetedbe, azt meg lehet változtatni. Aztán a harmadik dolog, amit jelenben kell csinálni, vetni a jövőnek.
Azt most kell csinálni. A jelen áldozatai fogják meghatározni a jövőnek az aratását. Amit a jelenben nem tudunk belevetni az életbe, azt a jövőtől ne várjuk. Ha nem tesszük meg a jövőért azt, amit kell ma, ne csodálkozzunk, hogy nem lesz benne holnap után valami. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A jelenben kell elvetnünk azt, ami a jövő szempontjából fontos. Mert a jövő az a jelenből nő ki. A mai napnak a vetése az a holnapi aratásnak az előfeltétele. Tehát úgy is fogalmazhatnék, talán egy kicsit könnyebben megragadhatjuk, hogy a vágyainkat az soha nem a mában érhetjük el. A jövőben érhetjük el a vágyainkat. A jelenlegi vágyainkat nem erőszakolhatjuk rá a jelenre. Hiába nem tetszik valami, az attól nem fog megváltozni, hogy vágyakozunk rá, hanem attól fog megváltozni, hogy cselekszünk érte. És ez a magvetés meg fogja változtatni az életet. Tehát ha valaki egy jó házasságra vágyik, hogy menjek vissza az eddigi példákra, de ehelyett nem ezt tapasztalja most, akkor jó dologra vágysz, és ez fontos ez a vágy, mert energiát ad, hogy megtegyél valamit érte, és kitarts benne. De nem elég. Vetned kell a jövőért. Hogy a jövőben a házasságod jó legyen. Ma kell vetned. Nem mindegy, mit vetsz el. Be kell fejezni a frusztrációt másikra vetésnek, a zsörtölődést, az elégedetlenséget, a vádaskodást. Ezeket be kell fejezni, és helyette jó dolgokat kell vetni. Szeretetet, türelmet, tiszteletet, stb. És Isten azt mondja, engem nem lehet megcsúfolni, garanciát vállalok rá, hogy ez is ki fog kelni. És meg fog változni a házasságot. És mehetnénk tovább, a gyülekezetre ugyanígy igaz ez. A gyülekezetünk fejlődése az a jelenlegi magvetésen múlik, áldozathozatalon múlik. Aztán szeretnék egy másik elvet is mutatni, van egy ellentét a 8. versben, és ennek az üzenete az, hogy az élet az több dimenziós. Tehát amikor ezen gondolkodunk, mert aki a testének vet, egyik dimenzió, az a testből arad majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, másik dimenzió, a lélekből fog aratni örök életet. Tehát lehet a testünknek vetni, és itt a Biblia nem azt hangsúlyozza, az eredeti szó, ami itt van, hogy az egy borzalmas, rossz döntés, hanem azt mondja, hogy az egy olyan dimenzió, amit áthat a romlandóság és a mulandóság. Tehát a testünknek kell vetni, én tudom, aki nem foglalkozik, annak majd bejön a porckorong, meg tudjátok ti is, egy csomó betegség. Tehát kell foglalkozni, és kell vetni ide is, de a világ az arra buzdít, hogy csak ezt az egy dimenziót tart szem előtt. Itt az ige pedig azt mondja, hogy de hogy van az életnek egy másik dimenziója is. Azt mondja, hogy lehet a léleknek és a szellemnek is vetni, és ennek a termését az egész örökké valóságon át is lehet majd aratni. Nagyon érdekes. A jelen vetése az örökké valóságra is kihathat, e szerint a Biblia azt mondja. És ez a két dimenzió egyaránt fontos, de látnunk kell az egyikről, hogy az egyik az mulandó, a másik örök. És így kell összehangolnunk ezt. Ezzel kapcsolatban még egy dolgot kell megfontolnunk, hogy sokszor abba a tévedésbe esünk, hogy a léleknek, a szellemnek vetni, tehát ennek a dimenziónak vetni. Ez azt jelenti, hogy ilyen vallásos dolgokkal vagyunk elfoglalva, hogy a gyülekezeti szolgálat az ilyen, vagy az ilyen szentnek gondolt tetteink ilyenek. De az a helyzet, hogy ezeken keresztül is lehet simán a testnek vetni. Lehet, hogy valaki csak azért szolgál, mert szeretne a középpontban letni. Ez hiába szolgál, ez testnek vetés, mulandó dolog az egész. A saját vágyait akarja kielégíteni ezen keresztül. Tök mindegy, hogy csinálod, a testnek vetsz, pedig szent dolgot teszel úgy mondva, hogy az emberek úgy gondolják. És nagyon hétköznapi dolgokkal is lehet a léleknek vetni. Amikor egy kis csecsemő úgy nő fel, hogy szeretettel, örömmel rakják tisztába, amikor gondot viselnek rá és odafigyelnek, tök hétköznapi dolgokat tesznek vele. Ezek az örökké valóságnak minősülő vetések lehetnek, mert gondoskodás, szeretetet építenek föl benne az Isten képet, ami az ő lelkébe kialakul. Ezen keresztül a szülei kommunikálják. Nagyon hétköznapinak tűnő dolgok lehetnek nagyon szellemi magvetések. És nagyon lelkinek látszó dolgok lehetnek nagyon testi magvetések. Tehát vigyázzunk, hogy ne így osztályozzuk ezt az egész dolgot. A lényeg az, hogy tényleg lehet a léleknek vetni,
és itt örök dolgok születnek meg, és lehet csak a testi dolgokra figyelni, az evilági dolgokra figyelni, és azokat itt kell majd hagyjuk. És ez a többdimenziós gondolat, ez egy nagyon fontos dolog. A harmadik, amit ki akarok emelni, az az áldozatnak az elve. Háromszor is előfordul ebbe a szakaszba a vetés kifejezés. A 7.-8. versben. Gondolkodjunk el ezen egy kicsit, hogy mit csinál az, aki elveti a buzát? Vagy jobb lenne úgy kérdeznem, hogy mit nem csinál? Hát miközben csinál valamit, valamit nem csinál. Mit? Nem? Hát nem maradt, igen. Aha, Gábor, nem eszi meg. Ez egy örök dilemma volt. Mennyit tegyünk meg, mennyit tegyünk félre? A következő évi aratásért, hogy akkor is együnk. Tehát gyakorlatilag, aki lemond arról, hogy most megegye azért, hogy elvesse, az egy áldozatot hoz a jövőért. És ez az áldozat elve, ez egy nagyon fontos, az egész Szentírást áthatja az áldozat. Tehát áldozatot hoz az, aki a vetés érdekében félretesz. Tehát nincs aratás vetés nélkül, nincs profit befektetés nélkül, és nincs áldás áldozat nélkül. Tehát ez megint egy nagyon fontos üzenete ennek az egész gondolatkörnek, amit itt a Galata levélben látunk. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy aminek az érdekében a jelenben nem tudsz elengedni dolgokat, azt a jövőben nem fogod tudni birtokolni. Nem lesz benne az életedben. Ki fog kopni? El fog tűnni. Áldozat nélkül nem építhető a jövő, csak felélni lehet a jövőt. Ez a nagy rákfejé a világnak most, ahogy gondolkodunk például erről a bolygóról, hogy mit hagyunk hátra belőle az unokáinknak. Ez a kérdés azért nehéz kérdés, mert hogy nekik maradjon, ahhoz nekünk kell most lemondani, korlátozni magunkat, észnél lenni, hogy az erőforrásokkal hogy bánunk. Na, ha valaki egy jó házasságra vágyik, vagy egy jó gyülekezetre, két fül, de ehelyett most nem ezt tapasztalja, akkor az emberek többsége nem követi ilyenkor az áldozat elvét, és ezzel hibázik. Nem áldozatot hoz, hanem elvárást támaszt a másikkal szemben. Nem azt mondja, hogy akkor, amit én most megtehetek, az, hogy az én egómmal kezdek valamit, hanem a másik egójával akar kezdeni valamit. De hát áldozatot hozni csak abból tudsz, ami a tied. Csak azt tudod belevetni a jelenbe, hogy a jövőbe valami más jöjjön ki. Csak én tudom feláldozni azt, ami bennem van, az én elvárásaimat, az én ketteléseimet, az én szabadságomat, és folytathatnám az én mindegyik előtt ott van. Ha ezeket el tudom engedni, mint egy áldozatot, akkor felszólok arra, hogy vessek jót. És abból a vetésből ki fog jönni egy másik házasság, egy másik család, mikor eljön az ideje, mikor beérnek ezek a dolgok. És azért fontos ezt komolyan vennünk, mert a Biblia szerint az áldozat az, ami erősebb, mint a bűn. Nem az erő. Akármilyen erővel próbáljuk a másikat kényszeríteni, akár elmenve az erőszakig is, annak nincs ereje a bűn fölött. Amikor azzal ütközik meg, akkor a bűn a bűnössel együtt fog elpusztulni. Erőszakot tudunk csak venni. Megkövezni meg tudjuk, és akkor nincs ott a problémánk tovább. De a bűnt legyőzni, az áldozat tudja. Ezért áldozta fel az Úr Jézus az életét. Isten is ehhez az eszközhöz nyúlt. Mert hogyha az erőt alkalmazta volna, akkor mi lett volna az emberiséggel? Nem lennénk. Az áldozat képes a bűnt legyőzni, az áldozat képes a bűnöst a bűnről leválasztani és megmenteni. És ez igaz a házasságunkra, a barátságainkra, a munkai kapcsolatainkra, a gyülekezeti közösségre, mindenre. Tehát az áldozat hozatal az megkerülhetetlen. Nagyon-nagyon fontos dolog. Ha szeretnénk valami mást látni, mondjuk a házasságnál maradni, akkor tudnunk kell, hogy én tudok áldozatokat hozni, hogy tudjak vetni, el tudom engedni az én ketteléseimet, az én büszkeségemet, az én önérzetemet, az én sértettségemet, az én igazságérzetemet, stb. Ezeket el tudom engedni, hogy ne állandóan nyomjam vele a másikat. Helyette kérhetek Istentől több szeretetet, több türelmet, több együttérzést, stb. Az elvárásaim helyett.
Ha ez elkezdődik, Isten azt mondja, hogy én ennek mögé fogok állni. Istent nem lehet megcsúfolni. Amit vetünk, azt aratjuk. Ha szeretetet elkezdjük vetni, azt fogjuk is aratni. Ha jóságot elkezdjük vetni, azt fogjuk is aratni. Tehát én csak az enyémet tudom feláldozni, nem a másikért kell erőszakkal megváltoztatnom. A következő elv a cselekedetek elve, 9. vers. A jó cselekvésében pedig ne fáradjatok el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lakkadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyük a jót. Tehát vetni, a vetéssel egyenértékű dolog az a jó cselekvése. Vetni csak a cselekvésen keresztül lehet. Tehát nem a vágyakozáson keresztül, hogy én szeretném, ha valami más lenne, nem a beszéden keresztül, hogy beszélek róla állandóan, hogy mi nincs rendben, és mit szeretném, hogy másképp legyen, hanem a cselekedeteken keresztül lehet csak változtatni. Ez minősül vetésnek. De ez a 21. században még fontosabb. Hadd mondjam, itt az időseknek ez lehet, hogy nem releváns, de fiatalok érteni fogják. A like, a poszt, a megosztás. Nem ezekre gondol itt a Biblia. A való élet, való világ, offline tettei. Na ezek azok. Egy lájkot nyomni nem hős tett. Egy lájk nem fogja megváltoztatni a világot. De amikor valaki beleáll valamibe és elkezd tenni érte, abból lesz valami. És nagyon fontos, ez viszont minden generációnak nagyon fontos, hogy tennünk kell, és itt azt mondja az ige, hogy kitartóan. És a Jakab levelére csak hadd udaljak, most ezt nem olvasom, hogy beszél Jakab arról, hogy a hit és a cselekedetek között mi az összefüggés. Mutasd meg a hitedet a cselekedeteiden keresztül. A cselekedetek nélküli hit milyen? Mit mond Jakab? Halott. Működésképtelen, hatástalan, nem változtat se rajtad, se a világon a cselekedetek nélküli hit. De a cselekedetek lehetnek magvetések, amikor Isten valamit rámutat, és abban engedelmességben elkezdek tenni valamit, valami meg fog változni, be fog érni, és meg fogja változtatni az én életemet, meg azokét, akihez az én életem hozzá van kötve. Legyen az a családom, a házasságom, a gyülekezetem, munkahelyi környezet, bármi. És még egy elv, az időzítés elve, a maga idejében, azt mondja a 9. vers. Úgy is mondhatnám, hogy ez az elfogadásnak és a döntésnek az elve. Hogy van ilyen, hogy a maga idejében. Hogy nem lehet dolgokat bármikor csinálni. Tehát, hogy vegyük ezt komolyan. Hogy van ilyen, hogy a maga idejében. Ugye lehet bármikor vetni, de aki tudja, hogy működik ez, az azt mondja, hogy hát persze lehet, Tamás, csak nem érdemes. Lehet összevetni meg tavasszal, aztán te ráveteted a jégre is a búzádat, csak sok értelme nem lesz. Tehát vannak kijelölt idők, amikor érdemes megtenni dolgokat és küzdeni érte. A Biblia úgy fogalmazza máshol ezt, hogy rendelt ideje van mindennek. Hadd hozzam úgy közel hozzánk a tanulásnak, házasságnak, gyerekvállalásnak, egzisztenciateremtésnek, megújulásnak. Ha végtelenségek tűrem azt, hogy valami nem jó, egyszer tönkre mehet úgy, hogy már nem lehet vele mit csinálni, mert Isten, amikor megmutatta, hogy az nem így jó, és hogy lehetne ezt Tamás másképp, és én ezt hárítom a végtelenség, akkor egyszer csak elmegy a lehetőség, és nem lehet rajta változtatni. Fiatalok, hadd mondjam, hogy sokat látok ilyet fiatalok között, hogy ezt küzdenek vele. Például egyszer eljön az államvizsga ideje, itt többen átéltétek ezt mostanában. És hát ilyenkor megkísérte a gondolata, és ezt fordítsuk le mi korosztályunknak is, de hadd beszél kicsit erről. Megkísérte a gondolat minket attól, hogy nem túl lelki dolog mondjuk matek államvizsgára készülni, és ilyen n-dimenziós tereket deriválni, meg ilyenekkel szórakozni. Helyette inkább emél kifire, dicsőítő alkalomra, ide-oda, amoda. Aztán majd, mikor eljön az államvizsga ideje, 3 nappal előtte vagy, akkor átolvasom a tartalmi jegyzéket, hogy mi az a 100 téma, amiből nem készültem föl. Egyet kiveszek belőle és megtanulom, és imádkozom, hogy az Úr meg segítsen meg, mert én mégiscsak egy hívő ember vagyok, sőt a kedvencem kiteszem a Facebookra, és közben járó csoportot szervezek, hogy srácok, most nagyon kell a segítség, úgyhogy imabőjt és szellemi harc, mert matek államvizsgám lesz, és nem tanultam semmit, én egy olyan király hívő vagyok. Na most erre mit fog mondani Isten? Hát sok válasza lehet,
De néha megtörténik az, hogy azt mondja, hogy figyelj ide, engem nem lehet megcsúfolni. Te készülsz egy szakmára. Én azt szeretném, hogy te abba kiváló legyél, mert azt tesz bizonyságot róla. Úgyhogy most szépen elhasalsz, hogy leszel szíves megtanulni mindent, amit kell. Miért? Mert Isten az nem egy bűvész, és nem nézi az életedet cirkusznak, és nem a kalapjából akarja kirántani azt, ami fontos, hanem azt mondja, hogy küzdjünk meg együtt érte. Nehéz dolog n-dimenziós tereket deriválni, de ha te ez a szakmád, és nekem tetszik, hogy erre készülsz, együtt meg fogjuk ezt csinálni, megtanulod. És vizsgázz le belőle, és készülj föl a hivatásodra rendesen. Mert most ennek van az ideje. És persze ki lehet menni egy szakmába úgy is, hogy nem készülök föl, és lehet ott behozni a lemaradást. De az fájdalmasabb lesz, síralmasabb lesz, nehezebb lesz. Mert a maga idejében, azt mondja itt az ige, rendelt ideje van mindennek. És ez egyébként sok minden más dologra is igaz. A házasságra, a gyerekvállalásra, az egzisztenciáért való megküzdésre, és sorolhatnánk tovább. Egy gyülekezeti életében is, hogy mikor, mi van, minek van az ideje. Mindegy, hogy ki mit gondol arról, hogy most éppen mit szeretne, minek van az ideje. Nagyon fontos összefüggés. Ez az utolsó elv, amit ki akarok emelni, hogy ezzel meg kell békülnünk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy tiszteljük Istent, és amilyennek ő a világot megalkotta, és aminek ideje van, abba állunk bele hittel, azonosulunk vele. Végül szeretnék néhány dolgot mondani arról, hogy Isten hogy van benne ebbe az egészbe. Ugye látszólag úgy tűnik, hogy hát ez mindez megy Isten nélkül, vetek és aratok és kész. Működik ez az összefüggés. De látjuk itt Isten többféleképpen. Az egyik, hogy Isten a garancia. Azt mondja, hogy engem nem lehet megcsúfolni. Bízhatsz egész életedben abban, hogyha jó dolgokat vetsz, fogsz belőle jó dolgokat aratni. Én garantálom. Tehát egy, Isten a garancia. Másik, Isten a forrás. Már utaltam rá, hogy néha nincs mit vetnünk, úgy érezzük. Egy helyzetben nincs, ami kellene, ami a jó fordulatot hozza. Ne felejtsd el, Isten a forrás. 2 Korintus 9:10-et ajánlom átgondolásra, hogy itt azt olvassuk, hogy aki pedig magot ad a magvetőnek. Így kezdődik. Isten az, aki magot ad a magvetőnek. Ha te eldöntöd, hogy valami más szeretnél aratni a jövőben, és úgy érzed, hogy nincs hozzávalom, Uram. Kifogytam, kiégtem, elég volt, nincs semmi. Akkor itt ez azt jelenti, hogy de van egy Istened, aki a forrás. Kérje, aki magot ad a magvetőnek, 2 Korintus 9:10. Üres kézzel érkezünk, semmink nincsen, Isten ad mindent. És erre a helyzetre is igaz. A következő, amit Istenről láthatunk, hogy igen, a mi dolgunk a vetés, és a miénk lesz majd az aratás. De ki az, aki adja a növekedést? Ki az, aki adja a növekedést? 1 Korintus 3:7. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak az Isten, aki a növekedést adja. Ha te elveted a jó dolgokat, lehet, hogy ott van benned, hogy megéri. Mi lesz azzal, amit én most itt áldozatot hozok? Itt a Biblia azt mondja, hogy ne félj. Lehet, hogy nem látod, hogy mi zajlik a felszín alatt, a férjedben, a feleségedben, a munkatársadban, a barátodban, a gyülekezetben valakivel, akivel nehéz. Lehet, hogy nem látod. Te tudhatod, mert Isten mondja, hogy ő közben munkálja a növekedést. Ő adja a növekedést. Garanciát vállal, adja a növekedést. A következő, amit tudhatunk Istenről, hogy ki az, aki elhozza az aratás idejét. Ugye te vetsz, majd te fogsz aratni, de mikor? Itt azt mondja a Galata levél, hogy a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Ez az idő a görögben a kairosz. A valamire rendelt idő. Eljön ez az idő. Isten az idő ura. És el fogja hozni az aratást. Hidd el, ha teszed azt, amit kell. És végül befejezni azzal szeretném egy teljesen más összefüggés ugyanebben a témában, hogy Isten is vetett a te életedben. Vetett az életedben. Az Úr Jézus beszél erről a János 12, 23-27-ben. Az egész világra igaz.
ez az összefüggés, amit Isten most nekünk akar tanítani, ahogy Isten dolgozik, magára nézve is igaznak tartotta. János 12:23-27. Bizony, bizony, mondom nektek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Most megrendül az én lelkem. Kérem az atyát, ments meg ettől az órától engem, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Ez ugye Jézusnak az imája. A halál torkában. Amikor ő az a gabona, amelyik készül arra, hogy meghaljon. Hogy a földbe vessék, és meghaljon. Hogy több élet keretkezzen belőle. Azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy az életemet érted letegyen. Isten ezt megtette. Vetett a világba az egyszülött fiának az életét. Érted? Értem. Valakinek ez most azt jelenti, hogy lehet, hogy ezt el kellene fogadnod, hogy Jézus az életét tette le, érted. Érted, halt meg, és emiatt támad fel. Erről szól az evangélium, erről a magvetésről, erről az áldozatról, amit Isten a mindannyiunk jövője érdekébe vetett, hogy aztán learadhassa az üdvözülőket, és egy örök élettel ajándékozza meg őket. Talán döntened kéne, hogy mit kezdesz ezzel a magvetéssel. Érted is történt. Ha érzed, hogy Isten most ezt helyezi a szívedbe, ne menj el mellette, fogadd ezt el, és engedd, hogy az életedbe dolgozzon ez az áldozat. Fogadd el az Úr Jézust megváltodba. Ugyanakkor a másik dolog, minket is arra hív Isten ezen keresztül, hogy kövessük ebben Jézust. Ne akarjuk megúszni az áldozat elvét. Ne menjünk abba az irányba, ami az egóról szól csak, az ördögnek a felfuvalkodásáról, hogy én leszek valaki. Engedjük meg, hogy Isten úgy használja a mi életünket is, mint az Úr Jézusét, hogy belevet bennünket ebbe a világba. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki engem szolgál, engem kövessen. Az áldozat elvét, nem az uralkodást, nem a hatalmaskodást, nem a megmondást, hogy az egész világ hülye, mindenki bűnös, tessék, legyen szíves mindenki rólunk példát venni. Nem ezt mondja az Úr Jézus. Aki engem szolgál, engem kövessen. Én pedig most azt teszem, hogy az életemet belevetem az Isten szántóföldjébe, értetek. Arra kérlek benneteket, hogy most egy picit csendesedjünk el, ahogy szoktunk, és remélem, hogy valamire rezonál a szíved. Csukjuk be a szemünket, hajtsuk le a fejünket, most ne azzal törődjünk, hogy mások mit csinálnak mellettünk. Figyelj egy picit befelé és felfelé, hogy mire rezonál a te szíved, téged mire hív meg a Biblián keresztül Isten. És válaszolj neki. És fogadd el azt a magvetést, amire téged hív, és azt az áldozatot, amit neked kell meghozni ennek érdekében, beszélj egy picit Istennel erről. Én pedig egy pici csend után befejezem és imádkozom, és visszaadom a szót Barnának. Úr Jézus, köszönjük, hogy te nem olyan dologról tanítasz bennünket, és nem olyan dologra hívsz bennünket, amihez neked semmi közöd. Miről neked ne tudnád, hogy mi az valójában, és hogy mit él át valaki, aki ebbe hittel beleáll. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te előttünk jártál. Hogy azért lettél emberré, azért vállaltad a mi sorsunkat, azért váltál közösséget velünk, szenvedtél, haltál meg és támadtál fel. Hogy a te életed olyan magvetés legyen, ami nekünk hoz majd örök életet. Segíts, Úr Jézus, hogy tudjunk bátran követni téged, bízva abban, hogy Isten nem lehet megcsúfolni, és hogyha mi jót vetünk, akkor jó dolgok fognak kikelni ott, ahol mi élünk. Tudjunk követni téged, Uram, a családunkban, a házasságainkban, a gyülekezetünkben, a munkahelyeinken, a baráti köreinkben, a tágabb családban.
tudjuk így jelen lenni, vetni a jót, és ez áldozatot követel, akkor meghozni örömmel ezt az áldozatot, és boldogan aratni majd azokat a dolgokat, amiknek te elhozod az idejét. Köszönjük, édesatyám, hogy garanciát vállalsz erre. Segíts nekünk, hogy tudjunk engedelmeskedni bátran, és bízni benned, hogy ezek így lesznek. És akinek Uram, most az van a szívében, hogy valamiben nagyon kellene a változás, ad, hogy tudjon hittel elindulni, és kitartani, amíg elhozod az aratás idejét, kitartani a jó cselekvésében. Amen.